év utolsó hónapjának első napján, azaz december 1-én sok szeretettel köszöntöm a nézőket a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójából. Önök a Sétatér című regionális magazin műsort látják. A mai nap egyébként az étszellenes küzdelem világnapja, a magyar rádiózás és egy neves magyar költő születésnapja is. Ezen költőről a műsor folyamán lesz szó, sőt, ő lesz mai játékunk tárgya is, úgyhogy érdemes figyelni a mai adás folyamán. Azt, hogy miért érdemes a mai műsort figyelni, hamarosan megmutatjuk önöknek. Mindenek előtt azonban engedjék meg, hogy bemutassam a mellettem álló Nagy Katalint, aki virágkötő, hiszen bizonyára tudják, hogy vasárnap már advent első vasárnapja lesz, és ilyenkor advent a várakozás, a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka, de ilyenkor nem csak a lelkünket öltöztetjük díszbe, hanem egyre inkább a lakásunkat is. Igen. Katalin, milyen tárgyakat, díszeket, eszközöket hozott ahhoz, hogy ötleteket adjon nekünk, hogy hogy készítsük el mi ezt a karácsonyi díszt a lakásunkban. Én úgy gondoltam, hogy hoztam kész adventi koszorút, de inkább a kisebb asztaldíszeket, meg olyan díszeket, amit szekrényre föl lehet rakni, ajtóra, ami a várakozásnak ugye a 4 hetében elkezdjük a lakásunkat díszíteni, és a fő attrakció a karácsonyfa felállítása. Igen, azt mondja, hogy ugye fokozatosság érvényesül itt is, tehát várakozunk, készülünk, tehát már az ajtónál fogadjuk a belépőt valamilyen ajtódísszel, gondolom ilyet is készít. Aztán itt nagyon sok mindent látok, mi az, amit elsőként elkezd majd készíteni? Úgy gondoltam, hogy először készítek asztaldíszeket, készítek egy csokrot is, és hogyha van olyan háziasszony, akinek az utolsó pillanatban valamit még úgy kell az asztalára tenni, akkor egy nagyon gyorsan elkészíthető díszt, ami a vacsorához fő díszként szerepelhet az asztalon. Azon kívül vendégváró koszorút, hát illetve amennyi belefér a műsorba. Elnézést, hogy közbeszólok, bár tudom, hogy a háziasszonyok dolga, hogy elhangzott. Nagyon felkeltette a figyelmet ez a kis tárgy, ez mi akar lenni? Tulajdonképpen egy gyertyatartó, amit mi bedíszítettünk, úgy, hogy zsúrlóval. Hol kell meggyújtani a gyertyát? Hol a gyertyát? Nem, ez maga az alapja, a tartó egy gyertyatartó, és akkor ezzel a zsúrlóval tudjuk egy kicsit a karácsonyfa jellegét imitálni, illetve a karácsonyi díszekkel. Ez például egy komódra vagy egy előszobába el tudom képzelni dísznek. Nagyon szép. Sok mindenről szólunk majd még itt, a karácsonyi díszítéshez kapcsolódva. Mindenek előtt azonban kérem, nézzük meg képes műsor előzetesünket. 8 évszázados együttélés, jeles kutatók előadásai a pécsi nemzetközi konferencián. Pisztoly és paletta. A természetet álmodja vászonra a dombovári Deák Attila. Oktatási központ Mecsek Nádasdon. Felzárkózási lehetőség a térség számára. Elmúlás és újjáéledés. Meghitt kapcsolat a természettel 80-on túl is. Kedves nézőink, bizonyára értesültek már róla, hogy az UNESCO Világörökség Bizottsága Ausztrália ülésén tegnap hajnalban a világörökség részévé nyilvánította Pécs ókeresztény emlékeit. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által szerkesztőségünkbe eljutatott közlemény szerint a döntés értelmében Pannonhalma, Hortobágy, Hollókő, az Aggteleki Karszt, valamint a Budai Vár és a Dunapart után 6-ra emelkedett a magyarországi világörökségi helyek száma. Az ókeresztény temető és festett sírkamrái kivételes, egyedülálló bizonyítékai annak a különleges történelmi folytonosságnak, amely mintegy átfogja és összeköti a Római Birodalom Krisztus után 4. századi hanyatlásától a Frank Birodalom 7. századi hódításáig terjedő időszakot. Az ókeresztény műemlék együttes nagysága és gazdagsága szinte példanélküli a világon. Pécs elődje a Római Birodalomban Szopiáné városa. A település 4. századi ókeresztény közössége által emelt kápolnák, festett sírkamrák olyan antik együttest alkotnak, amelyek egyedülállóan tanúskodnak egy napjainkra is kiható kultúráról és civilizációról. Az emlékegyüttes világörökségi listára kerülése nem csak eszmei értékét növeli a helyszínnek, hanem egyrészt így pályázati lehetőségek és anyagi források nyílnak meg, másrészt pedig többszörösére emelkedhet az ide látogató turisták száma. A közlemény szerint a hírhez kapcsolódik még az is, hogy Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere a napokban állapodott meg Járai Zsigmond pénzügyminiszterrel arról, hogy az állam 20 millió forintot költ majd Pécs ókeresztény sírkamráinak közvetlen környezetében található középkori építmények rekonstrukciójára. Ezzel a témával egyébként egy későbbi adásunkban foglalkozunk majd.
A továbbiakban is azonban maradjunk Pécset. A Pécsi Nemzetközi Kroatisztika Konferencia az egyik legnagyobb ilyen témájú rendezvény a Horvát Köztársaság határain kívül. 10 év alatt a szervezőknek, tehát a Pécsi Tudományegyetem Horvát Nyelv és Irodalom Tanszékének, valamint a Horvát Tudományos Kutatók Egyesületének sikerült a konferencia számára megnyerni a közép-európai térség kroatisztikával foglalkozó legjelesebb előadóit. A Horvát Tudományos Kutatók Egyesülete, a Pécsi Tudományegyetem Horvát Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága szervezésében került sor Pécsett az 5. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferenciára. A 20 résztvevővel indult konferencia az elmúlt 10 év alatt a pécsi kroatisztikával párhuzamosan fejlődött, és az idén több mint 60 kutató részvételével zajlott. Két olyan ország, két olyan nyelv, két olyan kultúra találkozójáról, rendszeres, tartós együttműködéséről van szó, amely nyelvek, kultúrák hordozói tényleg évszázadok óta együtt élnek, rosszban, jóban, néha ilyen viszonyban, néha morgolodva egymásra, de alapjában véve mindig együtt és egy cél érdekében működnek. Az, hogy a Horvát Tanszék Pécsett működik, az, hogy egyre kiterjedtebb palettán hozzá elénk a tudományos problémákat, az, hogy, és talán ezt a tanszékvezető úr is megerősíti, az egyetem részéről a támogatást megkapják tevékenységükhöz. Ez azt jelzi, hogy ez a tanszék nagyon fontos tanszéke a Pécsi Tudományegyetemnek. És hadd mondjam azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának is fontos és támogatást élvező egysége, hiszen az akadémiának is célkitűzése a határon túlnyúló tudományos kapcsolatok ápolása. A plenáris előadások és a Magyarországi önálló horvát szervezetek megalakulásának 10. évfordulójával és az ezredforduló aktuális problémáival foglalkoztak. A kétnapos konferencián elhangzott előadások zöme a 8 évszázados együttélésből fakadó horvát-magyar kapcsolatokkal foglalkozott. Kako su teme uvijek ovdje tako da su jednim dijelom vezane uz Hrvate i djelatnost Hrvata na području Republike Mađarska, dijelom su opće kroatističke. Za ovaj skup odabrao sam temu o djelatnosti Franjevačkog budimskog kruga na početku, odnosno u prvoj polovici 18. stoljeća i njihov doprinos oko oblikovanja takozvanog slavonskog slovopisa, odnosno kako se nekad govorilo slavonskog pravopisa, jer mislim da je korisno i zgodno da se upravo u ovakvom kontekstu malo podsjetimo na djelatnost tih ljudi i naravno i na posljedice koje su iz toga izišle. Általában a konferenciáknak az a sorsa, hogy ha nem jól működnek, akkor nem jutnak el az 5-ös számig. Nos, úgy néz ki, hogy sikerült olyan tematikát kialakítani, érdekelté tenni a hazai és határtali kutatókat, hogy két évenként összejönnek és a tudományos kutatás eredményekről számot adnak. Ilyen értelemben ez a kroatisztikai nemzetközi konferencia beleépül sok hasonló konferencia sorozatba, de nyújt olyan sajátosságokat, amit mondjuk egy ilyen jellegű konferencián nem képzelhető mondjuk Zágrába vagy Horvátország bármely területén, vagy pedig határon túl olyan más országban, ahol kroatisztika kutatásokat végeznek. Tudnélik, 5. alkalommal két fő terület közé vagy köré csoportosítjuk témáinkat és értelemszerűen a kutatókat is. Az egyik a hazai horvát kisebbségnek a sorsa, módban, jelenben, a jövőben. Ezt elsősorban a hazai kutatók részéről közített eredményeket vitatjuk meg, de határon túli szakemberek részvételéről is. Másrészt pedig a 8 évszázados horvát-magyar együttélés számos olyan témát kínál a két nép, tehát horvát és a magyar nép kulturális, nyelvi, történelmi és egyéb területen való együttműködése. A pécsi kroatisztikai találkozók értékét és fontosságát jelzik a Biblioteca Croatica Hungaria által megjelentetett esszégyűjtemények is. Ezek legújabbikát, amely a 4. Nemzetközi Kroatisztikai Konferencia címet viseli, a Pécsi Tudományos Szimpózium első napján mutatták be. Kedves nézőnk, elgondolkodtak már azon, hogyha egy rendőr leveszi az egyenruháját és hazamegy, akkor mivel foglalkozik? Nos, Dombováron Deák Attila rendőr őrnagy, ha leveszi a mundért, hazamegy, ecsetet vesz a kezébe. 3 évvel ezelőtt kezdett festeni, és azóta már gyűjteménye több százra gyarapodott.
Deák Attila a felesége és édesanyja biztatására készíti a képeit, évente 5-6 kiállítást rendez az így készült alkotásokból, és ma már elmondhatjuk, hogy nem csak Dombováron, hanem a régió határain túl is ismerik Deák Attilát és művészetét. Deák Attila eredeti végzettségét tekintve gépészmérnök. Majd elvégzi a Kossuth Lajos katonai főiskolát, ezután a rendőrtiszti főiskolát. A fiatal őrnagy 10 éve rendőr. Jelenleg a Dombóvári rendőrkapitányság őr-járőr alosztályának a vezetője, a közrendvédelmi rendőrök munkáját irányítja. A hivatalos munkaidő sokszor nyúlik meg. Éjszakai ellenőrzések, váratlan események tartítják a hétköznapokat. A túlfeszített munka után jól esik a család melege. Minden szabad idejét nekik szenteli. Ma meg egy foglalatosságnak, ami ma már több, mint hobbi. Ez a festészet. Az első képeim azok, azt hiszem, hogy mind le is legyűriztek rá. Ez már egy nagyon nagy dolog volt számomra, hogy elérték azt a szintet, hogy javasolják kiállításokra. És én nem is tudom, hogyan, hogy sem. Ment a híre, és kaptam felkéréseket kiállításokra. Az első náló kiállításom az itt Dombóváron került megrendezésre, és utána jött magától minden. Dombóváron utána voltunk még vagy háromszor, akkor eljutottunk Tamásival, Bajánlagra, Vétészre, Kurt, Bikali, Pugner kastélyban, Somogyváron, Szentendrén. Na ez volt az egyik legizgalmasabb esemény az életében. Igen, hát oda kaptam egy felkérést, és össze is ugrott a gyomrom. Először nem akartam elmenni engem oda Szentendrére, a művészek városába, ahol 600 bejegyzett festő van. De hát összeszedtem a bátorságomat, fölpakoltuk a kis autómat, elment a kiállításra, és ott dr. Losonczy Miklós művészettörténész nyitotta meg a kiállításomat, de rendkívüli izgalommal telt számomra. Hogy fest? Itt bent, fantáziából, vagy pedig kívül a szabadba, a természetbe, és ott előkerül a paletta meg az ecset? Nem tudom megtenni azt, hogy kiüljek, nincs rá időm. Én egész nap dolgozom, van, amikor éjszaka is. Úgyhogy a képeim egy része az fantáziakép, végül is mindig bent készül el. Én katona voltam, és nagyon sok éjszakát és nappal töltöttem el a szabadban, és volt rá módon is lehetőségem, hogy megfigyeljem a természetet, és érezzem magát, az illatát, a hangját az egésznek. És el tudom képzelni azt a tájat, el tudom képzelni, mi az, amit kivált emberekből, és én azt hiszem, hogy minden egyes képbe átültetem az én akkori saját érzelmeimet, hogy szerintem minden egyes kép egy darab én belőlem. A kollégái tudnak-e arról, hogy ön fest? Hát hogy ne tudnának, hiszen a kiállításokon bizonyára ők is részt vettek, nézték. Igen, sokan eljönnek, sokan örülnek is a sikereimnek. Vannak, akik közömbösen fogadják. Igazán örülök annak, hogy a 98-as évben a mostani főkapitányunk volt az egyik kiállításunknak a fővérnöke. Úgyhogy van, aki odafigyel rám a testületen belül is, és valahol büszkék is rám. Van, aki vigyek is. Ez minden kollektívánban előfordul. Ismeri a közmondást, hogy inkább irigyeid legyenek, mint hogy sajnáljanak. Igen, és van még egy másik mondás, ezt Szász Endre mondta, és ez nagyon megragadt bennem, Bani bácsunk mondta, hogy annál rosszabb nincs, mikor valakin átnéznek, az a legrosszabb. Ha már dicsérik vagy belerúgnak, az már szerint, hogy észreveszik. Na most én úgy érzem, hogy engem észrevettek, és ez fontos számomra. Deák Attiláról az imént megtudtuk, hogy számára a festészet már talán több is, mint hobbi, de nem tudom, Csaba, neked volt-e valamilyen hobbid gyerekkorodban? Volt, igen, én bélyeget gyűjtöttem gyerekkoromban, de
hamarabb hagytam, mert nem volt elég türelmem hozzá. És te? Én például szalvétákat, meg képeslapokat gyűjtöttem. Van olyan ismerősöm, aki itt Pécsett él, és botanikai kertet rendezett már bevalósággal az egzotikus növényekből és kisebb állatokból. Várongon pedig Hegyi Attila a kaktuszokat gyűjti. Ő azt mondja, hogy kaktusz nélkül lehet élni, de nem érdemes. A gyűjteményen mintegy 6-7 ezer darabra tehető. Kakastaréjok, őszapok és kopasz testű dökkaktuszok is szerepelnek ebben a bizonyos gyűjteményben. Hegyi Attila egyébként felajánlotta, hogy az érdeklődőknek nagyon szívesen küld 50-60 kaktuszmagot, amennyiben a címére egy felbélyegzett borítékot küldenek. Az ő címét szerkesztőségünkben az érdeklődők megtudhatják. Érdekes módon nem a kertészetből eredt a mániám, hanem a szomszéd gyerektől. És akkor a szomszéd gyerek mutogatta az ő kaktuszait, ami ugyan az apukájé volt, és akkor az apuka adott egy-egy kaktuszt. Ő Mexikó címer növénye, nálunk medvetalpnak nevezik. Eléggé közismert, kedvelt növény. Érdekes a neve is, kérem, ne mosolyogjanak, Opuntia triacanta a neve. Mikor lett ebből szenvedély? A második gyűjtemény viszonylag nagyon hamar abban maradt, talán az is egy kicsit lakásgondok miatt. Aztán jött a harmadik, amelyik eltartott a mai napig, és ebből lett a 6-7 ezer darab gyűjtemény. Figyelmet felhívnám a hajasokra vagy őszapó kaktuszokra. Ők a kaktuszok közül is rendkívül érdekes növények, mert hazájukban sűrűn megtörténik az, hogy lehűl a levegő fagypont köré, és ők ebbe a páratartó bundába megőrzik a testük épségét. Melyik az, amelyik az ön szívéhez a legközelebb áll? Hát mindenképpen a már említett pókkaktusz az egyik, aztán a színesek egy része, sárgás, fehéres mozaikok. A neve nagyon hosszú, nagyon csúnya, de azért megpróbálom elmondani. Gymnopaecium mihajlovici varietas fridrichi forma rubra, ez a pirosat jelenti. A másik változat, az egy halványabb piros, ő neki már nem mondom el még egyszer a nevét, körülbelül hasonló ugyanaz. Mennyit szokott foglalkozni ön is? Elég sokat foglalkozunk vele, úgyhogy minden szabadidőnket ott töltjük a fóliába, abban foglalkozunk, gyomláljuk, gondozzuk őket, locsoljuk, úgyhogy nagyon sokat vagyunk velük. Ezek az úgynevezett tüskétlen kopasz kaktuszok. A különös története ennek a növénynek az a különböző változat, mert ez szinte mindegyik más, az, hogy ez a bizonyos növény, amelyik egykor az asztékok, inkák úgynevezett kábító anyagot tartalmazó növénye volt. A gyűjtésben, a kaktuszok gondozásában volt-e valamilyen saját nagyon jó története? Hát én kőről kőre lépkedve gyomlágattam a sziklakertben, sajnos egy kő megbillent alattam, és úgy a hátsó fertállyal leültem valahova. Hát ez a medvet a kaktuszok egyik csokra volt. Körülbelül másfél-két órán keresztül szedegette nejem csipesszel, nagyítóval belőlem azokat a tüskéket. Aloe nevű növényeknek az egyik rendkívül ritka típusa, itt az érdekes bugavirágzat látható rajta. A növénycsoport érdekessége, hogy kozmetikai anyagokat, droganyagokat tartalmaz a növény. Remélhetőleg még sokat fog összegyűjteni a következő évek során, de ezt az elmúlt időszakot, ami mondjuk erre a gyűjteményre korlátozódik, ezt hogyan foglalná össze? Mink a nejemmel, mint már ezt említettük, azt szoktuk mondani, nyugdíjasok vagyunk, nyaralunk. És ilyen körülmények között, egy ilyen kialakult gyűjtemény között talán nyaralás is a pár hátra lévő év. Kedves nézőink, ahogy a műsor elején már elmondtam, mai játékunk egy költővel kapcsolatos, aki ma ünnepli születésének, illetve ma ünnepelte volna születésnapját, egyébként 200 éve született ez a költő. A játék tehát az, hogy én ezen költő egy verséből felolvasok egy részletet, és kérem megfejteni a képen látható telefonszámra 0680-210-224-es számra ezt betelefonálni, és aki először betelefonál, értékes nyereménnyel lesz gazdagabb.
A részlet tehát így hangzik. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbe kért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivittük a mély süllyedésből, és a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk, térvén őseink poraihoz, köszönjük élet állomásaidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Tehát kérdésünk, ki a mű szerzője, és pontosan mi a költemény címe? Amíg megérkezik az első telefonáló, illetve a helyes megfejtés, addig én ide visszajöttem Katalinhoz, és akkor azt kérdezem, hogy hogy haladunk ezekkel az asztali díszekkel. Az egyiken elkészültem. Ennél főleg műszőlőt használtam, ami ezüst színűre van festve, arany gömböket, egy arany és ezüst színű gyertyát, narancskarikákat és a fenyőt. Valamint egy ezt érdemes meggyújtani, ezt a gyertyát egyébként? Igen, ez drótból van, tehát nem fog megégni. Arra azért, hogyha valaki otthon készít egy ilyet, figyelni kell, hogy a környezetében ne legyen gyúlékony. Meg lehet gyújtani, belül fog egy kicsit megsüllyedni. És mi az, ami most itt készül meg? Most készül, ezt élő virágból készítettem. Az adventi koszorúnak lehet egy modernebb változata is, ezzel a szögletes formával. A négy gyertya ugyanúgy megtalálható benne. Körülötte fenyővel és örökzöldekkel van kitűzve az alap. Ez egyébként vizes oázisban, azt hiszem a nézők már biztos ismerik ezt, tehát vizet szív fel, és az élő virág is nagyon sokáig tartós benne. Tehát a virágokat beletűztem, a gyertyákat, még tulajdonképpen itt a hátsó részen kell eldolgoznom, hogy a tűzőhab ne látszódjon ki, és akkor ez a mű is elkészült. Majd még visszatérünk ide, folytatódjék tovább a műsor, a szó ismét Csabáé. Regionális központtá válhat Mecsek Nádasd a Dél-Dunántúli térségben azáltal, hogy a helyi általános iskolában megnyitotta a kapuit a régió első multimédiás oktatási központja. Itt a legmodernebb számítógéppel felszerelt oktató-fejlesztő centrum korszerű programjaival, az óvodai neveléstől a felnőtt képzésig minden szempontból igyekszik megfelelni a kor követelményeinek. Mecsek Nádasd és Zengőalja szomszédos falvai más kistérségekhez hasonlóan szintén küzdenek a népesség megtartás, a munkanélküliség és az ezekből fakadó felzárkózás problémájával. Ezért a helyi területfejlesztési társulás, a Pécsváradi Középiskola, a Mecsek Nádasdi Általános Iskola és Önkormányzat tavasszal elkészítette pályázatát egy multimédiás oktatási központ tervével, melyben a térség egyetlen kiugrási lehetőségét látták. A projekt sikeres volt annak ellenére, hogy a multicenter székhelye nem a régió valamely nagyvárosában kapott helyet. Ott, ahol minden rendelkezésre áll, a pénz, a technikai eszközök és a munkaerő, ott nagyon egyszerű megcsinálni. Olyan kistérségekben, mint az Engő kistérség, amelyhez 15 település tartozik, és ennek a 15 településnek majd mindegyike hátrányos helyzetű térség, azt gondolom sokkal izgalmasabb ez a feladat, és sokkal nagyobb szükség van ilyen településeken, ilyen térségeken az ilyenfajta beruházásokra, az ilyenfajta objektumok megépítésére, mert az itt élő gyerekek érezhetik, és a felnőttek érezhetik igazán a hátrányát annak, hogyha nincs a legmodernebb technika a közelükben. A jövőben a munkaerőpiacon nem tud elhelyezkedni az, aki nem a legmodernebb ismeretekkel rendelkezik, és ezt remélem sikerül ezzel a beruházással enyhíteni, ezt a hátrányos helyzetet. A legkorszerűbb multimédiás számítástechnikai berendezésekkel felszerelt oktató-fejlesztő központ a Baranya megyei területfejlesztési tanács és a Baranya megye közoktatásának fejlesztéséért közalapítvány 4-4 millió forintos támogatásából, valamint 30 millió forintos szakképzési hozzájárulásból valósulhatott meg. Így a Dél-Dunántúli régióban egyedülálló informatikai bázis az óvodai neveléstől a felnőtt képzésig megjelenő regionális igényeket szolgálhatja ki. Az óvodában létező modul a Multigarden, mely az óvodásokat bevezeti a számítástechnikának a világába, de rögtön elő is készíti őket az iskolai előkészítésre, kapcsolódva az itt mellettünk levő teremben levő gépekre, az úgynevezett Multikid modulra, ami a képességeket fejleszt, környezetismeret, különböző játékos programok, és ezeken keresztül hasznosítjuk a most bevezetések előtt alapfokú művészetoktatásban, a rajz és képművészet terén a multi arcot, és a zeneiskolásaink pedig a multi muzikot, még a legnagyobb terem létszámban is és gépben is a 15 gépből álló Multilingau, ez egy angol nyelvi labor. Itt szeretnénk az angol oktatás mellett a német oktatást folytatni, azon kívül a felnőtt lakosságnak, a középiskolásainak számítógépes különböző programokat szervezni. Tehát azt lehet mondani, hogy óvodástól kezdve a felnőtt lakosságig mindenkit bele szeretnénk vonni ebbe a multimédia központba.
A Multicenter alapfokú számítógépkezelői, szövegszerkesztői és nyelvi kurzusok szervezésével szeretne bekapcsolódni a munkaerőképzés és átképzés rendszerébe. Ennek érdekében a jövőben egy regionális kapcsolatrendszert szeretnének kiépíteni a térség munkaügyi központjaival és egyetemeivel. Ez azonban hosszú távú folyamat, s addig is a gyerekeké a főszerep, akik a számítógépeken akár meséket írhatnak, matematikai műveleteket oldhatnak meg és idegen nyelvi szójátékokkal bővíthetik ismereteiket a programok segítségével. Ez egy művészeti program, figurák vannak, mondjuk például egy ülő ember, ezt ki lehet festeni, akár lehet rá sprézni, akkor rajzolni, szabad kézzel lehet rajzolni akármit. Ez egy komolyabb gép, és ezen lehet fényképezni is, és akkor a fényképet lehet torzítani, mindent lehet vele csinálni. A Mecsek-Nádasdi Multimédiás Centrum oktató-fejlesztő szórakoztató programjaival a dél-dunántúli régió valamennyi gyermek és felnőtt lakosát kívánja szolgálni. S hogy a közlekedési infrastruktúra ebben ne szabhasson gátat, már megkezdődtek a tárgyalások a busztársaságokkal a kedvezményes utaztatás ügyében. A remények szerint pedig jövőre már saját buszok szállíthatják a közönséget Mecsek-Nádasd és a nagyobb városok között. A közelmúltban látogatták meg munkatársaink a Tasszári szőlőhegyen Cséplő Józsi bácsit, aki író, szőlészborász és sportvadász. Igazi harmóniában él a természettel. 80-on túl is szellemileg és fizikailag is csodálatra méltó a kondíciója. Gondolatai mindannyiunk számára szolgáljanak tanúságképp. Egy gondolat ilyentől szinte nem is jut az ember eszébe. Ilyenkor két gondolat kergetőzik egymással. Egyik az őszi elmúlásból ered, a másik az újból éledést készíti elő. De ahhoz, hogy az elmúlás megtörténjen, kell jönni majd valami pihenésnek, hogy azt a csillát, amit az elvet, az majd életre keltse. Ilyen szépen egymás után sorakoznak, az évszakok egymás mellé, és mi magyarok nem tudjuk azt, hogy milyen szerencsés helyre születtünk. Megjártam a világnak jó részét, óceánon túl is. De most itt Tasszáron, akik itt vannak, és itt a szőlőszomszédom is egy amerikai már, azt mondja, hogy ez a világ legszebb országa. Ilyen szép országot nem láttak még. Végigjártak Vietnámot, végigjártak a Közel-Keletet, de ilyen szép országot még nem láttak. Mi ezt talán nem is tudjuk érezni, mert benn vagyunk, és a legszebb és a legjobb is megszokottá válhat. Azonban ennek a gondolatnak ne kötelezzük el magunkat. Örülünk mindig a változatosságnak, milyen szép volt a forró nyár, és most itt simogat bennünket a szép szerint magyar ősz, aztán legyen egy jó havú tél, és utána egy hóvirágot bóbiskoló, bibolyát fakasztó, igazi szép magyar tavasz. Ezek éltetik az embereket évről évre, engem is, már a 80-on túl. Biztosan része van ennek a környezetnek ebben a magas koromban, mert rendíthetetlen imádattal szeretem ezt a területet. Innen csak a halál visz el, meg a családom szeretete, ami minden héten hazavisz. A földi boldogságnak egyik nagy része a család. És amikor hét végén az unokáim körülfognak, lesegetik, amit mondok, és ha valami olyat ki tudok találni, ami nekik nagyon kedves, fölkacagnak mind a három fiú, és mondd el, papa, még egyszer mondd el, élvezik. Gondolom, el van már bennük temetve az ősi csira, amely majd ott is egyszer kihirálódik. De én azt már biztosan nem érem meg, hogyan is érném, hiszen 80-on túl már az embernek nincsenek kiszámított napjai. Itt örülni kell a pillanatnak,
örülni kell egy napsugaras napnak, egy nyugalmas éjszakának, a családnak, és annak a sok-sok jó barátnak, aki engem néha fölkeres. De csak jöjjenek minél többször, minél hosszabb időre, feladtassék velem az előre vetődő utolsó nagyparancsnok elköszönését, hogy egyszer majd, amikor utoljára fogok velük telet, akkor is majd őrizenek meg említve. Az erdő ilyenkor nagy nyugalomban van. Itt ezen a környéken fővad a gímszarvas. A gímszarvas vadászata lassan majd lejár, az értékes vadak, az értékes egyedeknek a vadászata jár le. Utána már, hogy ne fogjon túlságosan a vad, talán majd kíméletet is érdemel, és jönnek a disznóhajtások. De annak még egy kis hó kellene, mert akkor igaz a disznóhajtás, amikor hó. Fehér hóba, fekete disznó, piros arcú puskás, lom nélküli fák csak bámulják a két csodát, de a két csoda, amikor majd megtalálja egymást, akkor van a legnagyobb öröm, mert teríték is van, vadász is él. Ez most a vadak hazája, a mag hullik, terített aztán az egész erdő, most boldogság van, mert még hideg sincs, élelem van bőven, és a vadászok is megelégedtek a szarvasvadászatokkal, most nem nagyon bántják őket. De ne is bántsák! Az Április Lajosnak van egy nagyon szép verse, aminek egy kis részlete azt mondja, hogy a vad a mező éke. Vigyázzunk erre, hogy nagyon szép és nagyon jelentős állományra, ami még van, már az unokáinak is kell valami. Legyen kemény kéz a törvényhozó kezében, sújtsanak oda annak, aki átlépi ezeket, de ez a törvény mindig olyan legyen, hogy egyik kezében a bot, a másikban a kenyér, mert tévedés nélkül szinte ember nem is él. Mindegyikünknek van valami tévedés az életben. És utána jön rá, hogy nagy volt-e, vagy kicsi, és ez sose ő dönti el, hanem mindig az, aki megbírálja. Kedves nézőink, mai főzőcske rovatunkban a Szent Balázsi Fenyves Panzió konyhájába látogatunk el, ahol az áfonyás szarvas csemege készítésének fortiait ismerhetik meg. Köszöntöm a kedves nézőket! Ma egy párolt szarvas cimból fogunk készíteni áfonya mártással. Hozzávalók 1,5 kg szarvas cim, paprika, paradicsom, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyen, kevés karalábé és kelkáposztalevél. A fűszerek babérlevél, egész bors, szegfűbors, egy kevés, köménymag és szerecsendió. Sóval ízesítjük. A mártáshoz elmondanám a hozzávalókat. Áfonyalekvár, citrom, szegfűszeg, fahéj, vörösbor és rum. Az elkészítési mód nagyon egyszerű, hasonlóan készítjük, mint a húsleves, csak rövid lébe feltesszük a szarvascombot egészbe, hideg vízben. Besózzuk, amikor felforr, beletesszük a zöldségféléket. 2 órán keresztül főzzük, amíg meg nem puhul a hús. Közben befűszerezzük. És készre pároljuk. Amikor megfőtt, kiszedjük a lépből a húst, leszárítjuk, egy kicsit állni hagyjuk, és szépen felszeleteljük. Közben elkészítjük a mártást, ami úgy készül, hogy az áfonya lekvárt egy kevés vízzel felforraljuk, beletesszük az ízesítőanyagokat, a citromot, a szegfűszeget, a fahéjat, vörösborral ízesítjük, és egy pici rummal, és hogy az állaga jó sűrű legyen, lisztán megszórjuk. Jól kiforraljuk, szarvaszeleteket tányérra tesszük, a mártással leöntjük,
Elkészült az áfonyás szarvasszom, melyet krokettel kínálunk. Jó étvágyat kívánok! Kedves nézőink, sokan telefonáltak kérdésünkre, a játék feladványunkra, közülük az első, aki a helyes megfejtést megmondta, az itt van a vonalban. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Edina vagyok. Kedves Edina, akkor kinek a művéből hangzott el az adott részlet? Vörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban. Nagyon jó megfejtés. Rögtön beugrott, vagy esetleg valami segítség azért? Nem, rögtön beugrott. És honnan, ha megkérdezhetem? Mondjuk az életkora, ahogy a hangjából ítélem, elég. Tehát fiatal, ugye? Igen, tavaly érettségiztem, és az osztályfőnökömnek ez volt a kedvenc idézete, úgyhogy szerintem ezt soha nem fogom elfelejteni. Egy kicsit beszélgessünk, tudja, hogy pontosan mikor született ő, Vörös Marti Mihály? 1880-ban? Nem, 1800, tehát 200 évvel ezelőtt, tehát 1800. december 1-én. Azt gondolom azért felidézték, nem tudom, honnan telefonál? Pécsről. Hogy a környéken, a régióban van egy hely, ahova kötődik Vörös Marti Mihály. Hú, ezt nem tudom. Itt nevelősködött. A Bonyhádi Perceléknél. Uh-huh. Percel Etelka neve, nem tudom, hogy ismerőse. Igen. Így már igen. Gratulálunk, kedves Edina, amit ön nyert, az egy 5000 forintos vásárlási utalvány, valamint egy könyv, László Lajos legújabb könyve, a Dismas alászál a pokolban. Ez egyébként a Szexári Babics kiadó gondozásában jelent meg. Gratulálunk a nyereményhez, köszönjük, hogy velünk játszott. Kedves nézőink, most pedig programajánlom következik. Ha a múlt csodáiról, vagy a jelen kihívásairól szeretnének hallani, vagy éppen arról álmodozni, milyen lesz a jövő 10-20 vagy 50 év múlva, akkor az egy kis esti fizika előadás sorozatot ajánlom figyelmükbe. A következő beszélgetés témája a nukleáris kultúra, illetve a radioaktivitás egészségünkre való hatása. Az előadás helyszíne a Pécsi Dominikánus Ház, időpontja december 4-e, este 7 óra. A komoly zenéjé a főszerep a következő Baranya megyei, illetve Zalai ajánlatunkban. December 7-én Pécsett a PTE orvosi karának aulájában a Pécsi Szimfonikus Zenekart hallhatják Hamar Zsolt vezényletével. A koncerten közreműködik Kincses Veronika. Az Zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóteremben vasárnap a Budapest Saxofon Quartet koncertezik, hétfőn pedig a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallhatják. És most egy kis ízelítő a színház kedvelőknek. A Hölgy Fecseg és Nyomoz címmel krimikomédiát láthatnak a Szekszárdi Babics Művelődési Házban. Csak egy-két név a szereplő gárda közül. Esztergályos Cecília, Dózsa László és Rák Kati. Az előadás december 4-én 19 órakor kezdődik. Ajánlomban a természet kedvelőjéről sem feledkeztünk meg. Kulturális programjaink mellett túrázási lehetőséget kínálunk a hétvégére. A túra a Panoráma út nevet viseli, Orfűről indul, majd a Petőcakna, a Jubileumi kereszt és a Babás szerkövek érintésével cél az Égervölgy. A táv 16 kilométer, a túrázókat holnap reggel 7.30-kor autóbusz szállítja a kiinduló pontra. Ahol a korona, ott van Magyarország. Ökumenikus istentisztelettel kezdődik holnap reggel a Szent Korona előtti tisztelgés ünnepi rendezvény. Déltől a Nagy Lajos gimnáziumban tudományos előadásokat hallhatnak a korona eszmeiségéről. 10 község millenniumi zászló átadására kerül sor vasárnap Kisdobszán. Az ünnepi műsort folklór találkozó zárja. Kedves nézőink, a sétatér vendége Nagy Katalin virágkötő, aki az adás ideje alatt szorgoskodott végig. Most zárásként mi az, amit meg tudunk mutatni a nézőknek? Ez mi lesz? Ez egy szalvétagyűrűt gondoltam az ünnepi asztalra. Hogy készült? Lehet olyan fajta szalagokat venni, aminek a szélébe drót van belefűzve, ezért ilyen keményen megmarad, tehát nem fog összeesni. Kis csokrocskába bármilyen fenyőt, örökzöldet összefogunk, amit éppen vagy a kertünkbe tudunk találni, vagy virágboltból beszerezzük, és akkor ragasztóval föl tudjuk tenni ezeket a díszeket. Ha ezek elkészülnek, igen, termések,
narancskarika, citromkarika, bármit, akár ezt föl is lehet vágni, felezni. Tehát nagyon sokféleképpen meg lehet ezeket csinálni. És akkor az műsor elején beszéltünk a feledékeny házi asszonyról, ez rám is jellemző egyébként, csináltam gyorsan elkészült egy ilyen dísz. Gyors dísz. Igen, hát ez, hogyha van otthon ilyen növény, akkor le lehet vágni a levelét, hanem akkor bármi, amit esetleg ősszelbe gyűjtött, lepréselt, bármilyen levelet kézbe lehet venni. Az egésznek próbálom az a lényege... Próbálom a is láthassa, és a nézők is. Az egésznek az a lényege, hogy egy nagy levelet lefektetünk, ha van szára, akkor azt becsavarjuk valamilyen színes karácsonyi szalagba, esetleg egy karácsonyfadíszt is a végére tudunk tenni, egy gyertyát a közepére, és termésekkel teletesszük a levelet, meg fenyőágakkal. Ahogy látom, azért rengeteg olyan dolog van itt az asztalon, és rengeteg olyan hozzávalót, kelléket használt fölön, amit azért mondjuk gondolom boltokban meg lehet vásárolni, de annak idején azt azért termésekből, tehát erdőben gyűjtött mag, toboz, stb. Ilyenekből csináltam. Majdnem úgy, hogy ezt meg lehet. Meg lehet, hogy ne, igen, meg lehet csinálni, aranyozni, igen. Illetve egy tanácsot tudnék adni, hogyha valaki elkezd készülődni a karácsonyra, akkor ugye nagyon sok mindent lehet, itt is látszik, hogy mennyi féle kellék van az asztalon, pedig tényleg egy nagyon keveset hoztam csak be, hogy próbáljuk meg eltervezni azt, hogy milyen színbe, vagy milyen formába, vagy hogy akarjuk földíszíteni a lakásunkat. Ugyanis annál rosszabb nincs, amikor bemegy az ember, hú, ez is tetszik, az is, mindenfélét összevásárolok, és hazamegyek egymás mellé teszem, és te úristen, hogy néznek ki. Tehát, hogyha vagy a színekre figyelek, hogy kitalálom azt, hogy idén arany ezüst lesz a lakásomban, akkor olyan kellékeket veszek hozzá, és természetesen az örökzöldek azok mindig mennek, de akkor gyertyát is így veszem meg, és ezzel a stílussal fogom a lakást előkészíteni a szentestére. Csaba, te melyik díszt választanád, hogyha most rajtad van? Amire az elején rákérdeztem, igazából ez tetszik nekem, ez a gyertyatartó, hát, és az adventi koszorú az gyönyörű. Az gyönyörű. Én még nem láttam ilyen pompázatosat, bár igazából nem tudom elképzelni, hogy nálunk otthon hol férne el egy ekkora, tehát ez egy nagyobb, lehet kisebb is, ugye? Tehát egy ekkora példány azért egy nagyobb ebédlőasztal közepén férhet el. Ugye? És vasárnap kell az első gyertyát meggyújtani. Most vasárnap. Igen, mert hogy vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Katalin, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, és ezeket a díszeket itt elkészítette nekünk. Én köszönöm, hogy valamit megmutathattam. Kedves nézőink, ennyi fért a mai műsorba. Elmondjuk még azért a műsor végén postai címünket, ha netán bármilyen kérdésük, témájuk akad, amit szívesen megírnának nekünk. Ez a cím 7626 Pécs, Alsóhavi út 16. Ezen a címen várjuk a leveleiket, amennyiben írnának nekünk. A borítékra természetesen ne felejtsék el ráírni azt, hogy sétatér. És mára én is megköszönöm figyelmüket, örülünk, hogy velünk tartottak. Minden esetre még most ne menjenek el a képernyők elől, mert hogy következik Van Remény című sorozatunk újabb epizódja. Sétatér legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időpontban jelentkezik itt a Magyar Egyen. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra. Viszontlátásra. A dohányzással kapcsolatosan nincs mentség, azt lehet mondani. Egyrészt, mert tényleg meredeken emelkedik Magyarországon a dohányzási szokás, másrészt azért, mert nők körében különösen, főleg az aktív munkaképes korú nők körében, a dohányzás számos kardiovaszkuláris, tehát szív- és érrendszeri betegség elsősorban a szívinfarktusnak az okozójaként szerepel, de például a dohányos anyák gyermekeinek az utódaiban végzett vizsgálatok kimutatták azt is, hogy aki a terhesség alatt dohányzott, a születendő gyermeknek az IQ-ja alacsonyabb, a matematikai képességei alacsonyabbak, úgynevezett minor, tehát kisfejlődési rendellenességekkel születhet. Tehát a dohányzás az emberiség egyik nagy átka tulajdonképpen, elsősorban a cigarettázás, hiszen a cigarettafüstben több mint 30 féle rákkeltő anyag, nehézfém, policiklikus szénhidrogén található. Különösen veszélyes a zárt térben való dohányzás, a reverse dohányzás, vagy passzív dohányzás, ami elsősorban a társkapcsolatokban, a partnerkapcsolatokban a partnerre, illetve a gyerekre, vagy a nagyszülőkre vonatkozik. Az amúgy is immunológiailag éretlenebb gyerek, illetve immunológiailag depresszáltabb, tehát nagyszülők, öregedőkben a dohányzás még inkább fokozott daganatkeltő hatással bírhat. 10-15 féle daganatról tudunk
ahol emeli a rizikót, elsősorban tüdődaganatokét, ugye több mint 10-szeresére, de azután, hogyha ez kumulálódik más környezeti tényezőkkel, akkor ez akár 100-szoros is lehet. Férfiaknál egyértelműen a vezető halálok a tüdőrák. Méghozzá olyan mértékben, hogy a tüdőrákos halálozás az több mint duplája, mint a tüdőrák után következő vastagbél, végbélrákos halálozás. Tehát férfiaknál egyértelműen a tüdőrák, a legelső a tüdőrákra kell koncentrálnunk. Csak az arányokat szeretném azért érzékeltetni, hogy a tüdőráknál ugye férfiak esetében azt mondjuk, hogy körülbelül 90%-ban a dohányzás felelős a tüdőrák kialakulásáért. Tehát a fennmaradó 10% egy részéért felelős mindössze a környezetszennyezés. Tehát ha valamit tenni akarunk, akkor elsősorban ugye azzal kellene kezdeni, hogy felhagyunk a dohányzással. Az az érzésem, hogy az összes daganat, ami nálunk előfordul a gégén belül is, a garat torokban is, ezek mind valahogy az életmód függvény, életmód eredménye. Ezek a betegek szinte kivétel nélkül nagy mértékben dohányoznak, és sajnos ez együtt jár egy kicsit az, hogy isznak is. A tömény az, ami szerintem veszélyes, a tömény italok reggel indítók fél deci, és hozzá a 10-15 éven át tartó folyamatos állandó dohányzás. Ez, ami biztosan benne szerepel a betegeknek a kortörténetében. Évtizedeken át dohányoznak, és fél doboznál nagyobb mennyiség, egy doboz, másfél, két doboz mennyiség az, ami biztosan szerepel az anamnézisében. Most ezek nem biztos, hogy a dohányzás, hanem ez az életmód együtt lerontja a beteg védekezési mechanizmusát, az ő májuk is tönkre szokott menni már, szóval mire hozzánk kerülnek, már az egész ember egy kicsit megrodjant.